Magyarok a havon, Kékesi Márton megvédte címét az ifjúsági kategória férfi műlesikló versenyében a kanadai Quebecben rendezett korosztályos alpesi sívilágbajnokságon. A miskolci 17 éves gimnazista jövőre már a felnőttek közt méreti meg magát, de addig bánkúton még volt ideje versenyen kívül siklani. Nézzük meg! Nem állíthatjuk, hogy síbottal a kezében születik a magyar, de Kékesi Márton erre rácáfolni látszik. A fiatal miskolci síző tavaly szerzett ifjúsági világbajnoki címét, idén Kanadában védte meg műlesiklásban. A szerény sportoló bánkúton készült, a magyar jegesebb viszonyok magabiztosságot adtak neki a februári quebeci megmérettetésen is. Nekem azért volt jó ez a pálya, meg a tavalyi pálya is azért volt jó, mert az igazán nehéz volt abba, hogy nagyon kádas volt, itt egy nagyon jeges volt, de iszonyú jeges volt, és nagyon erős kanyarok is voltak. És itt Magyarországon bánkúton megtanultam, hogy rossz pályákon, úgymond nem szépen ratrakolt pályákon, hogy lehet jól síelni. Marci édesapja, aki edzőként is mindenre igyekszik felkészíteni az ifi tehetséget, azt mondja, csak a legjobbak látogattak el a kanadai versenyre, de sokukat megviselte a pálya minősége. Ezeken a nagy versenyeken a pályák kifejezetten nehezek. Tehát nem csak a tűzés, hogy ilyen nehéz, nagy erős kanyarokat, meg gyors, és aztán egy erős kanyar, tehát ilyen kiejtőpontokkal tűzik a pályát, hanem maga a lejtő is borzasztóan kemény, erős, nagy nehézségű fokú, de ez is hozzászokott. Ahogy ezeken a versenyen készült képeken látják, Marci riválisainak nagy része egész egyszerűen megkapta a neve mellé a DNF, Did Not Finish rövidítést, azaz kiestek a versenyből. Márton az U18-as műlesiklás arany mellett óriás műlesiklásban másodikként, míg szuper óriás műlesiklásban harmadikként zárt. De óriásban még jobban örülök annak, hogy második tudtam lenni, mert nagyon ott kellett küzdeni, nem is estek ki sokan. Bánkúton ismerkedett meg először a hóval, de síelni Japánban tanult, ahol 2 éven keresztül éltek. Volt, mikor 1 méteres hó esett, és volt egyszer olyan, hogy bement apukám, bevitt oda a nagy hóba síelni, és kérdezték is a japánok, hogy ott biztos le fog menni ez a kisgyerek? Mondta, persze, és le is mentem. Le pedig akkor még nem is voltak olyan profi védőfelszerelései, mint most. 3 darab védőfelszerelést használunk. Ez az egyik, amit a boton tesszük, ezzel ütjük a kaput, és itt van a térdvédő, ezzel érintem másodszorra a kaput, amikor fordítva. És a másik fontos dolog, hogy az állvédő legyen a bukósisakon, de ez nem kötelező, meg ez nem szükséges. Mondjuk a menőknél nem szokták föltenni, mert az vagány, ha valaki nem hord. Egyszer én sem hordtam magyar bajnokságon, akkor pont betalált egy kapu a arcomba, és érzett az orrom, de célba értem. Jövőre már nehezebb lesz megvédeni a mundér becsületét, hisz Kékesi U21-es korosztályban él. Most már menni kell olyan versenyekre, ahol egyrészt a jó élmezőnnyel, a legjobb versenyzőkkel tudja összemérni magát, valamint olyan versenyekre, ahol jól tud kvalifikálni, pontokat szerezni és rangsorban előlépni. Lépegetni egészen az 5 karikás álmok beteljesítéséig, több edzéssel és még több versenyen való tapasztalatszerzéssel, talán jövőre Szocsiban is képviselheti Magyarországot, hírhet bánkúti stílusával. Kell még sokat fejlődnöm, mert ugyanis nem én vagyok a legjobb férfiaknál Magyarországon, és ahhoz, hogy elinduljak, nekem kell a legjobbnak lennem.